Egy tragikus szépségű szerelmes regényt szeretnék ajánlani, Michael Kumpfmüller Az élet gyönyörűsége című regényét. A könyv 2013-ban jelent meg magyar fordításban, írója 61-es születésű, jelenleg Berlinben él. Eddig 4 regényt írt, és ezek közül Az élet gyönyörűsége hozta el számára Németországban a sikert és az elismerést. A történet Franz Kafka utolsó évéről szól, ekkor már nagyon beteg az író. A tuberkulózis kezd elhatalmasodni rajta. Életének mégis ez a legszebb, legboldogabb időszaka, hiszen ekkor ismeri meg élete legnagyobb szerelmét, Dóra Diamontot, akinál a 21 évvel fiatalabb, és innentől a lány mellette marad. Elkíséri őt Berlinbe is, ahol együtt próbálnak boldogulni az inflációtól sújtott időszakban. Az árak napról napra emelkednek, állandó albérletváltások sorak követi a helyváltoztatásukat, a család nem örül, bizalmatlan a kapcsolatuknak, és ennek ellenére mégis együtt maradnak. Dóra ott van vele, amikor az utolsó időszakát egy Bécs melletti szanatóriumban tölti, és ott van, amikor az utolsó útjára kíséri a prágai temetőbe. Az együtt töltött közel egy év alatt mégis hálásak a sorsnak, hogy egymás mellé rendelte őket. A halál intenzív jelenléte ellenére én úgy gondolom, hogy a regény a boldogságról szól. Dóra önfeláldozása és az író iránti rajongása tiszteletet ébreszt az olvasóban. Kumpfmüller, a regény írója, jól ismeri Kafka írásait, feljegyzéseit, naplóit, amelyeket felhasználva egy valósághű szerelmes regényt írt. Ajánlom mindazoknak a könyvet, akik a regény kapcsán egy másfajta Kafkát szeretnének megismerni.